Mi alapján döntöd el, hogy elvállalsz-e drámaíróként egy felkérést? Nyilván nagyon fontos, hogy ki kér fel, ki az a rendező, illetve melyik az a társulat, illetve hogy van-e olyan téma, ami nagyon mozgat, és ami azt gondolom, hogy ennek a közegnek való is. És a Vörösmarty Színház felkérését hogyan fogadtad? Örültem neki, ugye, mert Hargita Iván rendezte itt a Finitót néhány évvel ezelőtt, és azt nagyon, nagyon szerettem, meg tudtam, hogy egy erős társulat van itt, és évek óta nem volt olyan ősbemutatóm, ami nem improvizációs alapból készült volna, és mert úgy hiányzott, utóbbi években inkább dolgoztam filmeken és filmsorozatokon, úgyhogy örültem neki, akkor még nem volt meg az az alapötlet, amit végül megírtam, de mozgatott a dolog, és aztán szép lassan lépésről lépésre kialakult, hogy mit fogok ide megírni. És hogyan született meg Kartonpapa figurája, hogy először a téma volt meg, vagy a szereplő, vagy ezt nem is lehet külön választani, a kettő alakítja egymást? Évekkel ezelőtt írtam már egy jelenetet, aminek Kartonpapa volt a címszereplője. Akkor azt gondoltam, hogy ennyi van benne. De valahogy teltek az évek, egyre inkább azt éreztem, hogy ez egy olyan erős szimbólum, hogy amin keresztül meg lehet mutatni egy komplexebb történetet is, és amikor elmondtam Ivánnak, hogy mi ez az alaptörténet, mi ez az alapszituáció, és hogy tudnám én ezt kibontani, akkor az őt nagyon inspirálta, és mondta, hogy kíváncsian elolvasná ezt a történetet, úgyhogy akkor nekiültem, előkerestem ezt a régi szöveget, és akkor újra feltettem ezt a történetet, és megírtam. Kicsoda ez a Kartonpapa? Nem tudom, mennyit szabad elárulni belőle. Hát ő a főszereplő, aki soha nem jelenik meg, illetve végig színpadon van. Egy olyan figura, egy olyan tekintélyszemély, akit mi csinálunk meg a saját félelmeinkből, vágyainkból, álmainkból. Mindenkinek a papája. Ő formálja a szereplőket, vagy mennyire van hatással a szereplőkre? Szerintem ez egy kölcsönhatás, tehát hogy ahogy látni fogjuk, maga ez a folyamat van megmutatva, hogy kezdjük el írni át rá a saját vágyainkat egy felületre, ami lett egy szimbólum, egy jelkép, egy szentség, akármi, illetve aztán az általunk teremtett tekintélyfigura, hogy kezd el ránk hatni, és hogy kezdi meghatározni a működésünket. Tehát ez egy bonyolult folyamat, és ennek az elemzése tulajdonképpen maga a darab. Csak egy kérdésem, hogy milyen viszonyban vagy most Kartonpapával az olvasópróba után? Nagyon várom, hogy találkozzak vele és lássam, mert eddig ugye csak a papíron volt, és az én képzeletemben. Itt láttam most már a többi színészt, akik meg fogják őt életre fogják hívni színpadon, de valójában ez a találkozás még arrébb lesz, még egy 5-6 hét múlva a bemutatón, és kíváncsi vagyok, hogy rám ő hogy fog hatni.